Sziasztok, ez itt a Divatikon legújabb magazin műsora, a Celeptúra. Első vendégünk Istenes Bence, és itt vagyunk az Eurocenterben, a Go-Kart Ring pályán. Bence, úriemberek, tudok fogadni. Ha vesztenék, igen, kimegyek az Eurocenter elé, és elkiabálom, hogy Istenes Bence legyek király. Tehát nagyon fogok az ide, meg bevállom. Hát ha te nyersz, akkor fordítva. Nem olyan erős, de ha te ezt lehet, akkor nem lesz. Kezdhetjük a versenyt. Szivatom! Nézze, neki megy a falnak! Pedig már fékkel közlekedem! Arra, ugye én tényleg nem akartak ennyire megalázni. De bocsánat. Na, miért nyertem? Hát te választottad ezt a sportágat, választottál volna mást is. Tehát, hogy esetleg közel van hozzád a pályafűzi bicikli, akkor legközelebb arra hív, mert hogy így ez... De várjál, nem én nyertem? Hát nem, tudom, hogy te kicsi furán láttad az egész versenyt. Hát... Legközelebb adok egy ilyen kis képet magamról, hogy ne csak... De ezért figyelj, most ha hagytalak volna nyerni az első műsoromba, akkor nem jöttél volna a következőben, nem? Ja, értem. Meg tudod, a beígért 10.000 forint. Ja, értem. Na, jó, mindegy. És Bence, mi elmegyünk berendezni az anyagiakat, na jó, aztán majd még folytatjuk, mert ugyanis fogadásunk is még. Nagyon szeretek gokártozni, sajnos kevés időm jut rá, főleg most ebben az időszakban, amikor ilyen sokat dolgozom, de a gokártot különösen kedvelem. Tehát, hogyha van időnk, akkor a barátainkban szoktunk, el szoktunk menni, vagy nyáron, amikor olyan helyen vagyunk, és épp találunk egy gokártpályát, akkor beülünk, de hát ez nyilván nagyon ritka, tehát évente egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor gokártozom, csak nagyon szeretek egyrészt vezetni is, szeretem az autókat, szeretem a gokártot, a motorozás, régen motorversenyeztem, szóval az ilyen motorsportokat azért nagyon szeretem. Ha már említetted a munkát, azért te jó sok műsort tudhatsz már a hátad mögött. Mégis melyikben érzed azt, hogy igazán meg tudtad mutatni, ki is az Istenes Bence? Gondoltunk akár a zenetévés múltadra is, bármelyikre. Hát mindegyik egy állomás volt szerintem. Tehát a Viva TV-nél, amikor elkezdtem dolgozni, akkor is nagyon sok műsorban kipróbálhattam magamat, és azok abban az időben nagyon közel álltak hozzám, azt gondolom. Tehát a 21-22 éves fejjel imádtam megállózni, imádtam az interaktívot, imádtam néha elmenni Club Rotation csinálni, nagyon sok műsort felsorolhatnék, még imádtam a kometeket, nagyon szerettem a Teletón adásait, amikor gyűjtöttünk beteg gyerekeknek. Szóval mindenek megvolt a maga érdekessége, mindegyikben hitelesnek éreztem abban az időben magamat. Aztán eljött egy váltás idő, amikor már úgy éreztem, hogy nincs több kihívás a Viva TV-ben, meg hogy tényleg nagyon sok mindent csináltam már, és szerettem volna tovább lépni, akkor itt ugye az RTL-es időszak, és azt is nagyon szerettem, tehát imádtam a Neked Valót, a Való Világ háttérműsorát. Tehát annak is megvolt a maga varázsa, új emberek, új kollégák, akik tanítottak, akiktől tudtam tanulni, fejlődni, szóval, hogy ez az nagyon jó volt, és hát most is nagyon szeretek mindent, amit csinálok, tehát rádiózni, nagyon régóta, évek óta dédelgetett álmom, hogy rádiózhassak, és akkor most ez összejött, tehát az X-faktor, hát ez az ország legnézettebb, legnagyobb műsoráról beszélünk, szóval mindegyiknek megvan a maga szépsége, és hogy én azt gondolom, hogy nem tudnék egy műsort kiemelni, visszatérve a kérdésedre, amiben úgy igazán megmutattam magamat, hanem hogy így minden műsorban megismerhettek egy kis darabot belőlem a nézők, és hát reméljük, hogy még nagyon sok műsorban kapok lehetőséget, és akkor meg tudom még jobban mutatni magam.
Elmítetted az X-faktort. Te hogy készültél erre? Tehát mennyiben másabb, mint az előző élő műsoraid? Egyrészt én sokkal jobban szeretek élőzni, mint felvett műsort csinálni, mert hogy abban ott van az izgalom, hogy az ott akkor kimegy, amit mondasz, az kimegy, és ott nem tudod visszacsinálni. Nincs az, hogy na jó, hát ez olyan, elment, vegyük újra. Tehát én azt nem szeretem, amikor tudod, így még egyszer vesszük, hogy valaki elrontja, nyilván ez egy csapat munka, bármelyik műsorról beszélünk. Hanem azt hiszem, amikor mindenki akkor nagyon koncentrál, ha élő, akkor mindenki sokkal jobban koncentrál, sokkal jobban odafigyel, sokkal jobban oda akarja tenni magát, akkor nincs lehetőség a javításra. Szóval ilyen szempontból én nagyon szeretem az élőket. Az X-faktor abban más, hogy más a tétje. Tehát, hogy amíg az egyik mostani főnökön fogalmazott jól, hogy eddig a kis színpadon voltam, vagy nem úgy mondta, hogy a színpad melletti sátorban dolgoztam, és most az X-faktor pedig a nagy színpad. Tehát most de hogy önmagában nem más, nem készülök máshogy rá. Inkább azt mondom, hogy az elmúlt 6 év vagy 7 év, amióta tévézem, az volt a felkészülése ennek. Térjünk rá a rádióra. Mennyire érzed furának, hogy nem látnak? Akadályozás téged, hogy csak a hangodra vagy utalva? A rádiózás teljesen más, mint a tévé. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy az is műsorvezetés, teljesen más, mint a televíziós műsorvezetés, mert hogy teljesen más, hogy kell bánnod magaddal, a személyiségeddel, a hangoddal, és ez számomra teljesen új, tehát ezt is meg kell tanulnom. A hallgatók nem látnak téged, tehát mindent egyrészt körbe kell írnod, érteniük kell. Nagyon sok dolog van, amikor ugye teljesen evidens, mikor van egy kamera, és csinálsz valamit, és csak kimosolyogsz, és látják már rajtad, hogy gondolod, hogy mosolyogsz, hogy szomorú vagy. Azt ott a rádió hallgatónak el kell mondani, úgymond, hogy hát ez most nekem annyira nem. Tehát, hogy körbe kell írni, el kell mondani. Hát igen, és ez egy teljesen más dolog, de ezt is meg kell tanulni. Ez egy, mint mondtam, egy teljesen más szakma, de nagyon szeretem. Sokkal hogy fogalmazzak, könnyedebb talán, mint mondjuk a tévézés, ahol mint egy X-faktor, mondjuk ha azzal hasonlítjuk össze. Ott nagyjából percre pontosan megvan, hogy mikor mi történik, milyen produkció jön, sok kamera, mikor melyik kamera vesz téged, tehát rengeteg mindenre kell figyelni. Ehhez képest a reggeli műsor, ez egy sokkal könnyedebb, egy lazább. És szerinted az közbejátszik, hogy így jobban hallgatható vagy a rádióban, hogy már egy ismert személyiség voltál a tévében? Szerintem az nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak arcot kötni, tehát hogy tudják kötni a hangot az archoz. És az arra nyilván nagyon jó, hogy én már az elmúlt sok évben rá tévéztem, és tudják, hogyha meghallják a hangomat, legalábbis remélhetőleg, hogy én ki vagyok, vagy ha meghallják a nevemet legalább. Mert ugye nem gondolom, hogy a nagyon karakteres hangom lenne, mint mondjuk egy Bocskor Gábornak, akik meghallod a hangját, és rögtön tudod, hogy kicsoda szerintem az országban, vagy nem is tudom, milyen példát mondjuk. Tehát van egy-két olyan ember, akinek nagyon karakteres hangja van az énekesek közül is. Nekem nincs feltétlenül ilyen karakteres hangom, de a nevemet már tudják kötni szerintem egy archoz, és ez szerintem fontos dolog. Kanyarodjunk egy kicsit a bulvárra. Te mennyire engeded be a médiát a magánéletedbe? Mert én azt vettem észre, hogy néha lehet látni, hogy a lapokban elég jól szerepelsz, valamikor pedig nem lehet téged látni. Ez érdekes kérdés, mert hogy valójában mindig meghúztam egy határt, de eddig azt gondoltam, hogy nincs az a semmi probléma, hogy például ez ilyen csajos ügyekről írnak, hogyha van egy barátnőm, akkor oké. A megkereséseknek a nagy részét eddig is visszamondtam, és megválogattam, hogy hol szerepelek, mert apukám mondta még, mikor elkezdtem tévézni, hogy legyen egy végcél a szemem előtt, és mindig azt tartsam szem előtt. Ha valamilyen felkérés, vagy bármi, ami jön az életemben, nincs ezen az úton, ami a végcél az ez, akkor ne vállaljam el. És nagyjából én ennek megfelelően próbáltam mindig is cselekedni. A bulvár egy érdekes kérdés. Nagyon sokat csalódtam már az elmúlt időben a bulvár sajtóban. Egyre érthetetlenebb számomra, ami történik, és ami ahogy egy-két embert meghurcolnak. Az Adilos kapcsolatot azt le is zárhatjuk, és akkor ilyentől kezdve a nőügyek, azok nem lesznek benne többet a bulvárban. Hát megígérni semmit nem szeretnék. Ha indul a VV6. Ja nem, ezt megígérni semmit nem szeretnék. Meg valójában igazából azt gondolom, hogy alapvetően nincs ezzel semmi probléma. Tehát, hogy az, hogy én 20 évesen csajoztam, és megjelent egy-két cikk arról, hogy nekem van egy-egy barátnőm, szerintem ez a semmi probléma nincsen. Aki ezt nem így gondolja, szerintem annak nem feltétlenül egészséges a felfogása, mert nem hiszem, hogy valaki tud olyan 20 éves fiatalt mutatni, 21, 2, 3, 4, 5, 6 éves fiatalt, aki ne csajozna. Aki ugye így szoktak írni, hogy ilyen nagyon rövid kapcsolataim voltak. Volt 2,5 éves kapcsolatom, egy éves, hogyha ha azokat veszük, akikről mindig írnak, az Anikó, a Fruzsi. Tehát, hogy 2,5 év, egy év, szerintem ez egy teljesen normális kapcsolat 20 évesen. Semmi probléma nincs ezzel, úgyhogy abszolút nem szégyellem, meg nincs is ezzel semmi baj. Amit a következő 3 évenben, a 3 éves tervemben, vagy 4 vagy 5 éves tervemben, ez csak egy terv, aztán ki tudja, hogy alakul az életem. Tehát, szóval, hogy
benne van mindenféleképpen gyerek, komoly kapcsolat, házasság. Tehát, hogy igazából lefelé, mert ha megtalálom az igazit, akkor ez lesz, ha nem, akkor meg addig élem az életemet, csajozok, nyilvánvaló, hogy csinálom azt, amit mindenki, minden teljesen normális hétköznapi ember, mint én, csinálunk. Szóval ez semmi probléma nincsen. A másik meg az, hogy ugye nyilván ezzel poénkodnak, és ez, erre nyilván én okot adtam, meg ezzel nincs probléma. Én szeretem, hogy tehát van annyi iróniám. Szóval hogy nem az, hanem az, hogy nyilván minden ember, és ez is sokan nem értik, meg mondjuk az okos emberek azok megértik szerintem, minden ember ott keres, vagy ott talál barátnőt, ami az ő saját köre. A pék nyilván azokkal találkozik, aki behozza neki a friss árut, meg a nem tudom, a fogorvos az összejön az asszisztensével, vagy a nem tudom kivel, vagy az egyik páciensével, mert ők találkoznak. Szóval most mondhatnék 1000 példát. Én abban az időben ezekkel a lányokkal találkoztam, és velük voltam nap mint nap együtt, és egyszerűen megkedveltük egymást, megszerettük egymást, szerelmesek lettünk. Tehát ebben nincsen semmi probléma. Tehát, hogy nekem ez a köröm nagyjából. Én itt mozgok nap mint nap, reggel hajnába felkelek, és késő estig ebben mozgok. Nyilvánvaló, hogy az ember így találja meg a saját pályát, a saját köreiben. Ez teljesen helyes, meg ahogy mondtad, az 5 éves terület nagyon szimpatikus, szerintem azért nem sokan vannak ezzel így. Ezt mondjuk is végszónak, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Nekem még van egy hálás feladatom, hogy a fogadást betartsam. Igen. Sajnos vesztettem, állom a fogadást. Istenes Bence a király! Ennyi, nézzétek a celeb túrát velem, Vajda Mátéval.